A 12 év körüli Bogárnak úgy tűnik szerencséje lesz. Egy idősebb házaspár fogadja majd örökbe, így utolsó éveit szerető családban töltheti. A többi öreg kutya gazdásítására már nem sok esélyt látnak az Állatbarát Alapítvány dolgozói, ezért egy olyan kennelt építettek 14 idős kutyának, ahol szinte családi hangulatban élhetik utolsó napjaikat a négylábúak. Ennek kialakítása közel egy évig tartott és 2 millió forintba került. Tulajdonképpen egy kis kertes házat alakítottunk ki az öregjeinknek, földes udvarral, árnyékos fákkal, illetve hát ugye egy benti fűtött meleg helyiséggel, ahol a szokásos kutyaházak helyett kanapék, illetve fotelek kerültek elhelyezésre. Folyamatos logisztikát igényel a dolgozók részéről, hogy a teltház ellenére, ha nagyon szükséges, helyet tudjanak biztosítani még egy-egy kutyának. Van, akit szigorúan csak egyedül lehet tartani, más kennelben 5 kutya is jól megfér egymás mellett. Azonban előfordul, hogy ez csak ideig óráig tart, és egy hét múlva mégis szét kell őket választani. A bezártság és a stressz ugyanis ezeknek a kutyáknak sem tesz jót. A szokásos létszámmal rendelkezünk, tehát közel 200 a létszámunk, 130 férőhelyen kutyák tekintetében, macskákkal még egyelőre lekopogom, jobban állunk. Még most nem indult meg a cicák baby boomja, hogy így fogalmazzak, viszont a kutyáknál már érzékelhető sajnos, hogy ugye a folyamatos tüzelésnek köszönhetően rengeteg árva állat kerül be ismét a menhelyünkre. És pontosan ezért ennek köszönhetően valóban nem tudunk már most minden segélyhívásra kimenni, kiszaladni. Próbálunk ugye mindenkinek segíteni, viszont tudomásul kell venni, hogy a fizikai határainkat nem tudjuk átlépni, és priorizálnunk kell. Tehát elsősorban a balesetes állatokat tudjuk befogadni. Valamint a kidobott kölyköket, akikből szintén rengeteg van az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai menhelyén. Nekik azonban jóval több esélyük van arra, hogy hamar szerető gazdihoz és meleg otthonba kerüljenek.